Megérkeztünk a kvantum furcsaságok világába. A híres kettős rés kísérlethez. Ahhoz, hogy megértsük ezt a kísérletet, először látnunk kell, hogy működnek az anyag apró kis részecskéi. Ha véletlenszerűen keresztül lövünk egy parányi tárgyat, mondjuk egy kis kéjtagolyót egy részre, az nyomothat a mögötte lévő falon. No, de ha lenne még egy rés, azt várnánk, hogy keretkezzék még egy lenyel. Nézzük ezt hullámokkal! A hullám nekiütközik a résnek, és onnan intenzitásának arányosan kiterjed a falra a réssel egy vonalban. De nézzük, mi történik, ha két résen haladnak át a hullámok. A világos vonal mutatja a hullám eloszlását. Ez hasonló, mint amit a kétagolyócskák formáltak. De nézzük, mi történik, ha két résen haladnak át a hullámok. Ha az átjutott hullámok találkoznak egymással, akkor kölcsönösen kioltják egymást. Így keletkeznek az interferencia lenyomatok a falon. Ott, ahol a hullámok találkoznak, az intenzitás nő. Ezek a világos vonalak. És ott, ahol a hullámok kioltották egymást, nincs semmi. Szóval, ha anyagi részecskét lövünk át két résen, akkor ezt kapjuk. Két sáv keletkezik, de a hullámok esetében egy interferencia nyomot kapunk sok sávval. Eddig jó, nem? Akkor nézzük ezt kvantumokkal. Az elektron az anyag icipici darabkája, mint egy kis golyócska. Tűnik ezekből megszámlálhatatlanul sokat. Úgy viselkedik, mint a kis krétagolyó. És csak egy csíkot hagy. Na, de ha ezeket a kis elektronokat két résen lőjük el, akkor is két lenyomatot kapunk, mint a krétagolyócskák esetében. Micsoda! Interferencia nyom? De hiszen elektronokat lőttünk ki, apró kis anyagi részecskéket, és mégis hullámokra jellemző mintákat kapunk. Nem, mint a kis golyócskák esetében. Hogy lehet? Hogyan keltett az anyagi részecske a hullámokra emlékeztető lenyomatot? Ennek nincs értelme, de a fizikusokat se kell félteni. Azt gondolták, hogy a kis elektronok egymáson patogva keltik ezt a lenyomatot. Kiagyalták, hogy egyszerre csak egy elektron jönnek át a résen. Így semmi esetre sem interferálhatnak, találkozhatnak egymással. De egy óra múlva ugyanaz a mintázat jelent meg. A következtetés elkerülhetetlen volt. A kis elektron részecskeként indult el, de hullámként hatolt át a részen, és találkozott önmagával a túloldalon. Azaz, interferál, majd részecskeként csapódott be a falba. De matematikailag még különösebb, miszerint át is megy a réseken, meg nem is. És ha át is megy az egyiken, a másikon is egyszerre. A részecske minden egyes helyzete kihat a másikra. De a fizikusoknak ez nem volt elég. Így elhatározták, hogy kukucskálnak. Megmérik, hogy hol is haladt keresztül a részecske. Oda helyeztek egy mérőműszert az egyik réshez. Figyelték, hogy melyiken megy át, aztán hadd repüljön. De a kvantumvilág messze misztikusabb, mint azt el tudták képzelni. Amikor figyelték, az elektron visszaváltoztatta magát részecskévé, és aként is csapódott be. Így nem hozott létre kettőnél több interferenciasávot. A mérés pillanatában, amikor épp megfigyelték, csak az egyik résen ment át. Nem mindkettőn. Az elektron eldöntötte, hogy most másod fog viselkedni. Talán valahogy reagált a megfigyelésre. És itt léptek be a fizikusok a kvantum események furcsa világába. Mi az anyag? Részecske vagy hullám? És a hullám? Vajon minek a hulláma? És vajon mihez kezdhet ezzel a vizsgáló fél?
A megfigyelőt megváltoztatta hullám tulajdonságát, pusztán a jelenlétével. Képzeljük csak el, hogy minden egybe hullám természetű körülöttünk, és bennünk is. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan hatunk önmagunkra és a legtágabb környezetünkre egyszerre, és az azonnal visszahat ránk.